Egy győri lakos közlekedett tehergépkocsival a 4-es számú főúton Karcag irányából Kenderes felé. A sofőr nem tartott megfelelő követési távolságot az előtte haladó és forgalmi okból megálló járműszerelvény mögött, ami miatt annak hátuljának ütközött. A fékező tehergépkocsiba a mögötte közlekedő, kellő követési távolságot szintén nem tartó személygépjármű csapódott. A baleset következtében a személyautó sofőrje az elsődleges orvosi vélemény szerint 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A Jászlajkun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet, hogy a helyesen megválasztott sebesség és a megfelelő követési távolság betartása kiemelten fontos. Mindig tartsanak kellő követési távolságot az előttük haladó járműtől, hogy annak hirtelen fékezése esetén is biztonsággal meg tudjanak állni.